Régi új ismerős a győri Audietto KC kapujában. Katrine Lunde Haraldsen március elején hozta világra kislányát, a napokban pedig már edzésbe is állt. Nem sokat várt a visszatéréssel a norvég kapus, aki a Vardar Skopje elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágóján azért még biztosan nem lép pályára. Ahogyan Eduard Amorim sem, aki súlyos sérülése után a napokban tért vissza Győrbe. Duda már jól van, igaz, ő egyelőre nem a játékra, hanem a rehabilitációra koncentrál. Jól érzem magam, és örülök, hogy visszatérhettem Győrbe, mert hiányzott már a csapat. A lábam is egyre jobban van szerencsére. A rehabilitációm az a tervek szerint alakul. Jelenleg nagyon sok kiegészítő fitness mozgásra van szükségem, na és persze sok türelemre is. No de vissza a BL-hez. A Vardar egy héttel ezelőtt 24-18-ra győzött, a kiesés szélére sodorva ezzel a zöldfehéreket. A hat gólos hátrány sok, de nem ledolgozhatatlan. Nagyon rossz napot fogtunk ki, de koncentrálunk a szombatra. A csapategység úgy gondolom, hogy jó, tehát én nem hiszem, hogy előrébb vinne minket, ha most lehajtott fejjel szomorkodnánk egész héten, hiszen ez nem előre visz minket, hanem hátráltat. Megpróbálunk pozitívak lenni, nagyon sokat beszélgetünk, és taktikailag is készülünk. Nagyon elszántak vagyunk, nagyon jók az edzések, nagyon pörgősek az edzések, ami kell is ahhoz, hogy ezt a hat gólos hátrányt ledolgozzuk. A zöldfehérek elszántak, és mindent megtesznek, hogy tovább jussanak, és ott legyenek a budapesti Final Four-ban. Ők is emberből vannak, eléggé ünnepeltek ott a meccs után, ami nyilván természetes ünnepeljenek, de azért még tényleg vár rájuk itt egy meccs. A hangulat jó, az akarás és az elszántság megvan, már csak egy kis szerencse kell. No és persze, játékban sem árt javulni az egy héttel ezelőttihez képest. We have to push our limits, our maximum level. Túl kell lépni a korlátainkon, ki kell tolni a határainkat, mindenben a maximumot kell nyújtanunk. Idén még nem játszottunk úgy, ahogy szombaton kell ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Ezzel egy időben a Vardárt rá kell kényszerítenünk arra, hogy ne legyenek jobbak, mint ami a csapatukban benne van. Még egyszer mondom, nem lesz könnyű. Ez egy újabb kihívás, amivel szembe kell néznünk, talán a legnehezebb az életünkben. Készen állunk a csatára, és a szurkolóink segítségével meg is fogjuk nyerni. But we are ready to fight, and with the support of our fans, I think we can do it. A csapat csütörtökön még üres lelátók előtt gyakorolt, de a játékosok remélik, hogy hétvégén teltház előtt és parás hangulatban fogadhatják a macedónokat. Itthon hazai környezetben a hatalmas szurkolás mellett a közönséggel a hátunk mögött. Úgy gondolom, hogy ez sokkal könnyebben fog menni, és pozitív hatása lesz az egész játékra, mert tényleg, ha valaki jó érzéssel tud pályára lépni, és tényleg úgy érzi, hogy ő van előnyben, akkor a szíve viszi tovább, és a közönség viszi tovább, mint ahogy minket már nagyon sokszor. A győri Audietto KC Vardar Skopje mérkőzést szombaton 16 óra 30 perckor rendezik az Audi Arénában. Everybody of you will come to the match against Vardar and cheer for us. We need this. Come on!